Jó estét kívánok! Két megyéből érkeztek mentők a reggeli buszbalesethez, amely Győr-Moson-Sopron és Vas megye határán történt Iván közelében. Egy furgon és egy menetrend szerint közlekedő autóbusz ütközött össze, a balesetben 10-en sérültek meg. Órákon le kellett zárni az M3-as és M30-as autópályák csomópontját, ahol pedig egy veszélyes anyagot szállító kamion ütközött szarlakkorlátnak, itt szerencsére nem sérült meg senki. Puszta család felől Iván felé haladt a kis teherautó reggel 8:30-kor, amikor eddig még tisztázatlanokból áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött a szemből szabályosan érkező távolsági busszal. Az ütközéstől mindkét jármű az árokban kötött ki, de szerencsére egyik sem borult fel. A buszon 14-en utaztak. A balesethez Vas megyéből és Győr-Moson-Sopron megyéből összesen 5 mentőautó érkezett. 10 sérültet láttunk el, illetve szállítottunk a Győr-Moson-Sopron megyei kórházba. A sérülések zömében könnyűek voltak, 2 felnőtt sérültnek lett bordatörése, valamint a balesetben 3 gyerek is sérülést szenvedett. A balesetben mindkét jármű vezetője megsérült. Karcolások nélkül úszta meg viszont ennek a kamionnak a vezetője azt a balesetet, mely az M3-as és M30-as autópályák csomópontjában történt éjszaka. A strádát viszont órákra le kellett zárni, mert a kamion rakománya az útra szivárgott. Egy külföldi rendszámú kamion, ami veszélyes anyagot szállított a szalagkorlátnak hajtott. A baleset során a 20 tartály, ami veszélyes anyagot tartalmazó sztriolt, illetve gyantaolajat megsérült. Az egyik tartályból ez a fokozottan tűz és robbanás veszélyes anyag a kamion alá szivárgott. A kamion rakományát át kellett pakolni egy másik teherautóra, majd az utat is meg kellett tisztítani a veszélyes anyagtól. Csak ezt követően órákkal a baleset után dél körül indulhatott meg részlegesen a forgalom a csomópontban.